Gondoltam, rögtön vágjunk is a dolgok közepébe. Mert rengeteg dolog van, amit meg szeretnék mutatni, és csak eddig sajnos nem volt időm, de most talán van valamennyi, úgyhogy szeretnék a végére járni mindegyiknek, aztán majd biztos találunk még mást is, hiszen úgy tűnik, hogy Reveal Hidden Reality mindig szolgáltat valamilyen témát arra, hogy bemutassuk, milyen az, amikor az ember a saját feje után megy, és sajnos másokat is visz magával. Arra gondoltam, hogy a legjobb kezdet az lesz, hogyha megnézzük azt a verset, talán az egyetlen, amit ők fejből tudnak, legalábbis úgy tűnik a videók alapján, amiben Saul felsorolja a ruák gyümölcseit, ez Galatákhoz 5. fejezet 22. Miután ezt elolvastuk, én ajánlom mindenkinek, hogy jegyezze meg ezt a helyet, és próbálja meg megtalálni a saját életében ezeket a tulajdonságokat, melyeket Saul felsorol, ugyanis ezek a Ruach HaKodesh jelenlétének bizonyítékai. Úgyhogy ha valaki nem találja meg a saját életében ezeket, akkor az egy probléma. Azután, hogy mindenki kielemezte a saját életét, nézze meg az ő videóikat, és döntse el, hogy amikor ők beszélnek erről a csatornáról, akkor abban mennyi szeretet, békesség, béketűrés, jóság, szelídség, mértékletesség található. Nem az a szeretet, amiről a világ beszél, ez a mindenkit ölelgetek meg, én mindenkit szeretek, az a szeretet, amiről Jahua beszél. Az, hogy az ő torájának megfelelően viselkedünk az embertársainkkal. Az az érzés, ami mindenkibe benne van, szeretet, öröm, jóság, hűség, annak ehhez nincsen semmi köze az égvilágon. Ezeket a dolgokat definiálnunk kell úgy, ahogyan ezek az emberek értették azt. Ezek nem érzelmek, meg érzések, meg én így hiszem, meg úgy hiszem, meg amúgy hiszem. Mindezek megnyilvánulnak abban, ahogyan az ember beszél, és amilyen cselekedetei vannak. Ezért mondja azt, hogy ilyenek ellen nincsen törvény. És ha már ez az egyetlen vers, amire fejből emlékeznek, akkor legalább érthetnék ezt az egyetlen dolgot, és akkor talán megváltozna mindaz, amit ők csinálnak. Ha már 20 év, kereszténységben eltöltve arra volt elég csak, hogy egy verset megjegyezzenek, akkor legalább azt az egyet érthetnék is. Mert az, hogy valaki itt írja, meg valahol ott olvastam, meg tudod, hogy ez itt írja, meg ott mondja, meg amott, az olyan furcsán hangzik 20 év után egy olyan embertől, aki tanít másokat 10 éve. Én ha csinálok valamit, akkor szeretem alaposan megcsinálni, azt körüljárni, megvizsgálni, és aztán az emberek elé kiállni, és azt mondani, hogy ez vagy az az igazság, vagy az én véleményem. Néha ez lehetséges, hogy túlzásnak is tűnik, vagy szükségtelennek, de úgy gondolom, hogy talán igaz az a mondás a világból, hogy az ördög a részletekben rejlik. Úgyhogy amikor végig szenvedem ezeket a videókat, vagy legalábbis félig, mint ahogy ezt a 41. percig, akkor én azért teszem, hogy aztán megkereshessem az írásból az ide vonatkozó részeket, és megmutathassam mindenkinek, hogy mi az, amit erről Jahua mondott, és mi az, amit ő gondol erről. Én nem csak ülök néhány emberrel, filozofálok, mondom az érzéseimet, meg azt, hogy mit gondolok, mit vélek, meg gyakorlatilag pletykálok másokról a hátuk mögött, és aztán ezt igazságként tálalom azok elé, akik megnézik a videóimat. Nincs szükség arra, hogy az én véleményemet bárki is tudja. Amire szükség van az, hogy nézzük meg, ki hogyan viselkedik, és próbáljunk meg abból tanulni. Az egy sajnálatos helyzet, hogy Reveal Hidden Reality ennyi lehetőséget ad számunkra, hogy tanuljunk az ő helytelen viselkedésükből. Mielőtt ebbe belekezdünk, megmutatnék egy dolgot, amit már korábban megmutattam. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki ezt a szerkezetet, vagy sem, de ha nem, akkor elmondom, hogy ez egy kézi számláló. Ezt a kis billentyűt kell nyomogatni, és akkor közben az ember számlálhat bizonyos dolgokat, és akkor így nem kell fejben tartani, hogy 1, 2, 3, 4. Nekem egészen véletlenül van egy ilyen, hogy került hozzám, az egy külön történet, de
Minden esetre rendelkezésemre áll egy kézi számláló. Úgyhogy felhasználtam ennél a videónál és egy másiknál, mert valami borzasztó dolgot vettem észre. Amit ebben a rövid videóban szeretnék demonstrálni, ez egyébként, ha jól látom, egy CTV interjú Justin Trudeau-val, és ha jól értelmezem, akkor még az ő elnöké választása előtt történt, ő egyébként Kanada miniszterelnöke. Úgyhogy ez a probléma nem csak Reveal Hidden Reality-re jellemző, hanem náluk sokkal okosabb, vagy legalábbis ismertebb emberekre is. Ez az a jelenség, amit mindenki jól ismer a saját életéből, és ez egy olyan dolog, amit szerintem törekednünk kellene arra, hogy kiküszöböljünk a kommunikáció során. Ez egy olyan dolog, amit ki lehet küszöbölni, úgyhogy remélem, hogyha ők megnézik ezt a videót, a jövőben törekedni fognak erre, ugyanis ez fájdalmassá teszi az amúgy is borzasztó videóikat. The next election. I think so. We don't worry too much about it though. It's very much on and to that in that we're at and yeah there is there's a as a as a, I'll let the conservatives figure. Úgyhogy ez Kanada miniszterelnöke. Ha ő így beszél, akkor mondhatnánk azt, hogy mit várjunk egy Reveal Hidden Reality-től, de mégis szerintem lehetséges ez ellen küzdeni, sőt, szükséges és kell is, különösen azoknak, akik azt mondják, hogy ők 10 éve videókat készítenek embereknek. Úgyhogy én felhasználtam ezt a kis szerkezetemet arra, hogy ebben a videóban ezt csak 40. percig bírtam, illetve hát 41. percig, mert ott az agyam feladta, ezt több részletben jutottam el idáig egyébként, de én mindenkinek felajánlom a lehetőséget, hogy csinálja utána, eddig a szakaszig 450 ő vagy am hangzott el. Én tudom, hogy ez durván hangzik és hihetetlen, de bárki leszámolhatja, aki szeretné, 40 perc alatt 450, de amúgy többször, csak azt hiszem, hogy 450 körülbelül, 450-szer hallhatjuk azt, hogy vagy ö. Az azt jelenti, hogy percenként 5 és felszer, de legyen 6-szor. Percenként 6-szor az azt jelenti, hogy 10 másodpercenként elhangzik egy Azért az lehet, hogy egy kicsit sok. De van itt egy másik videó is. Én ezt is végig kínlódtam a kis szerkezetemmel, ebben 250 darabot találtam 23 és fél perc alatt. Szóval 23 és fél perc alatt, 10 év videókészítés után 250 hangzik el. Én ezt csak egy pozitív kritikaként szeretném, egy konstruktív kritikaként szeretném a figyelmükbe ajánlani, ezzel érdemes küzdeni, és ezt le lehet küzdeni. Én azt szoktam tanácsolni a tanítványaimnak, hogy dolgozzanak ezen, és amikor azt szeretné, de ezt egyébként tanácsolom mindenkinek, mikor azt szeretné mondani, hogy így, úgy, akkor álljon meg, és gondolkozzon, tartson inkább egy kis szünetet, és egy idő után ki fog alakulni ez a képessége az embernek, illetve fejlődni fog. Ez ugyanolyan, mint bármi más edzés. Gyakorlással kifejlődik, és aztán a kommunikációja az embernek sokkal letisztultabb lesz, és nem úgy fog hangzani, mint egy szellemi fogyatékos. És elnézést kérek azoktól, akik esetleg szellemi fogyatékosok, hogy hozzájuk hasonlítom. Reveal Hidden Reality-t. De ha már a tanításnál tartunk, akkor még egy dolgot hagyd tegyek hozzá ebben a remek műben, aminek az a címe, hogy hegyek, halmok, hamistanok, teológiák, satán látszólagos igazságai. Mindenki nagyszerűen láthatja ezeknek az embereknek a karakterét és azt a gyümölcsöt, amit az a ruach hoz, ami ő bennük van. Amiről oly sokat beszélnek. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség, ami nem más egyébként, mint ekratéa. Ekratéa pedig önuralom vagy önmérséklet, önmegtartóztatás. Ez az, amiből ők nagyon-nagyon keveset demonstrálnak. Ugyanis, hogyha ez nem így lenne, akkor nem ülnének körbe egy mikrofon körül, és beszélnének valakiről személyes dolgokat, akiket nem ismernek, és aki nincs jelen. Ez az, amit a világ csinál. Ők ezt folytatják több videón keresztül, olyan dolgokról beszélnek, amiről nem tudnak,
és amiről nem is szabad beszélnünk, még akkor sem, ha egy olyan emberről van szó, aki nem tartozik az úthoz. Ugyanis pletykálni, meg össze-vissza locsogni emberekről az az, amit a világ csinál. Úgyhogy ebben a tizenvalahány videóban én azt szerettem volna megmutatni az ő követőiknek, akiből rengeteg van, hogy mi a különbség a két csatorna között. És a nagyszerű dolog az egészben az, hogy igazából nekem nem is kellett semmit csinálni, csak megmutatni Yahuwah szavát, és hagyni, hogy az elvégezze a munkát bennük, mert az a szellemiség, ami bennük lakozik, nem bírja elviselni az igazságot, és az arra adott reakció elárulta az ő igazi természetüket mindazoknak, akiknek Yahuwah megadta a bölcsességet, a tudást és az értelmet ahhoz, hogy lássuk a világot és értelmezzük úgy, ahogyan az valójában van. Ékratéja, úgy mint önuralom, önmérséklet vagy önmegtartóztatás egyébként egy nagyszerű kifejezés. Ez az ékratész szóból ered, amely önuralommal rendelkező, önuralmat tanúsító, fegyelmezett, mértékletes, mértéktartó emberről beszél, egy erős, önmagán uralkodó ura érzelmeinek, indulatainak, szokásainak. Nem tudom, hogy mi az a ruach, ami bennük dolgozik, de ők ezt nem igazán demonstrálták azokban a videókban, amikor rólam beszélnek. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Még előtte annyit megmutatnék, ha már ennél a szónál tartunk, hogy ez egy összetett szó en, úgy mint valamiben, valamin, valamire, nánnél, illetve a másik szó, amiből áll, az pedig kratos, úgy mint erő, hatalom, uralom, uralkodás vagy győzelem. Szóval láthatjuk, hogy a szó jelentése valaki, aki erőben van, aki önmagán tud uralkodni. Egy ember, aki benne van ebben az erőben. Azt nem tudom, hogy ők milyen erőben vannak benne, de ha valaki végignézi ezt a videót, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze végig, csak 12 perc, ha másfele se felgyorsítjuk, akkor viszonylag hamar vége van. Kb. 8-8 és fél perc, ha jól számolom. Akkor hallhatják azt, ahogyan ők viselkednek, ahogyan Reveal Hidden Reality, és az a banda, ami ezt alkotja, beszél, viselkedik, és ahogy demonstrálja a ruáknak a gyümölcseit. Amikor arról beszélnek, hogy én ugye szidom az oktatási rendszert, viszont az oktatási rendszerben vagyok, mint tanár, ezért gyakorlatilag én lopok az emberektől, mivel ellene beszélek, sőt, elveszem valakinek a helyét, mint tanár, úgy, hogy én nem is hiszek a rendszerben. Most, aki ismer engem, az tudja, hogy bár tanár vagyok, ellentétben velük, én legalább tudom, hogy mi az, amiről beszélek, meg hogyan, de én nem tanítok az oktatási rendszerben, sőt, soha nem is tanítottam iskolában. Kivéve persze az a főiskola, illetve az egyetem alatt eltöltött heteket, amit ugye külső gyakorlatként ismer mindenki. Ami kötelező volt, és ez nekem bőven elég volt, hogy rájöjjek arra, hogy a gyerekekkel való foglalkozás egy ilyen iparágban, mint az oktatás, az egyáltalán nem az én türelmemnek való. Ez persze nem jelenti azt, hogy én nem tanítok, ez csak azt jelenti, hogy én nem veszem el senkinek a helyét, én nem lopok. Én ugyanezt elvégeztem a magánszektorban az elmúlt 10 évben. Ha valakit érdekel, akkor én a fitnessben dolgoztam Londonban, úgyhogy magáncégeknek tanítottam különböző tanfolyamokat, és azokat vizsgáztattam embereket, itthon pedig angolt tanítok, de nem az oktatási rendszerben. Szóval körbeülni egy mikrofon, és ott másokról pletykálni, és hazugságot terjeszteni, az viszont, ha már a 10 parancsolatnál tartunk, valóban összeütközésben van azzal, és ráadásul nincs is túl messze onnan, ahol ők próbálkoztak, egyen lejjebb kellett volna csak elolvasni, ez az, ami rájuk vonatkozik, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. A tanúbizonyság az egyébként ed, úgy mint tanúság, tanúbizonyság, bizonyíték, tanú vagy tanúságtevő, hogyha emberről van szó. A hamis pedig csalás, megtévesztés, félrevezetés, becsapás, álnokság, kétszínűség, hazugság, valótlanság, hamisság. Úgyhogy elárulom a fiúknak és lányoknak, hogy ez az, amit ők csinálnak ott, akkor, amikor olyanokat beszélnek, amiről nem tudnak, és ezt igazságként tárják a többi ember elé. De ha már a lányoknál tartunk, én időről időre felfedezek ott női hangokat, akik ott mindenféle dolgokat beszélnek,
Annak ellenére, hogy az egyetlen ember, akinek az írásait ők távolról ismerik, legalábbis úgy tűnik, azt írja, hogy az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel a tanítást, ez egyébként didaszkó, úgy mint tanít, oktat vagy felvilágosít, pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Ez nem azt jelenti, hogy a nő nem szólalhat meg, ez csak azt jelenti, hogy jobban teszi, hogyha nem szólal meg. Ez nem az én véleményem, vagy azért, mert én utálom őket, úgy tűnik, hogy Saul ezzel egyetért. Úgyhogy én is egyetértek ezzel. Ráadásul, hogy ez nem is valami, ami csak lokálisan volt jellemző akkor, vagy Timóteusnak ez volt a problémája, vagy mit tudom én, mit akarnak a keresztények kihozni ebből. Nézzük meg, hogy miért. Mert ha Adám teremtetett elsőnek, és azután Hava. Szóval ez nem valami különleges eset ott, ahol Timóteus élt, vagy Saulnak valamit meg kellett oldani. Ez azért van, mert Adám teremtetett elsőnek, és azután Éva is, és Adám nem csalatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Úgyhogy ebből azt a következtetést vonta le Jahua, hogy jobb, ha ő csendben van, figyel és tanul attól, aki érti. Úgyhogy ezek után lehet, hogy érthetőbb, hogy miért is pletykálnak ők annyit ott, a körül a mikrofon körül. Fiúk, lányok együtt. Aztán szépen lassan eljutunk a ne őik, hogy ugye a hamis tanítók, azok ölnek gyakorlatilag. Teljes mértékben így gondolom én is, egyetértek. Néha azért elkapják a fonal. A probléma ebben az esetben, legalábbis jelenleg az, hogy nem tudjuk bebizonyítani, hogy ki az, aki hamis tanító. Az kétségtelen, hogy ketten két teljesen ellentétes dolgot mondunk. Szóval mindazoknak, akinek kételjei vannak, hagyd mutassak néhány dolgot. Hogy legalább lássák, mi is az, amit az írás mond. Nem az én filozófiám, vagy egy mikrofon körül üldögélve ott mindenféle emberekkel én mit tudok kihozni abból, hanem nézzük meg, hogy mi az, amit az írás mond. És én ezúttal megragadnám a lehetőséget, és köszönetet mondanék Ábjahuának azért, hogy ezeket a dolgokat megmutatja, mert soha nem lettem volna képes megérteni ezt, vagy felfedezni az írásokban, hogyha ő nem mutatja ezeket meg. Úgyhogy a dicsőség, a köszönet, a hála, ez mind-mind neki jár. Ez egy olyan dolog, aminél nem lehet elképzelni nagyszerűbbet, mikor az ember érti, és mikor Jahua megmutatja neki. Szóval én azt mondom, hogy a Tora nélkülözhetetlen. Szóval ez jobb, ha mindenki elfogadja ezt a gondolatmenetet, hogy a Tora követése nélkül senki nem lesz ott a végén. Így hihet, úgy hihet, csoroghat a nyála, annyira szeretheti a többieket, akkor sem lesz ott, hogyha nem a Tora szerinti életmódot folytatja. Ez egyébként a Helém Zsoltárok 103-as fejezet, nézzük meg a 17-es. De Jahua kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, aki féli őt, ez is Jaré, és az ő igazsága, Cedikha, a fiaknak fiain, kiken, azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek miről? Az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. Hát de nem gyönyörű? Nézzük már meg még egyszer. Azokon, akik megtartják az ő berit szövetségét, és megemlékeznek, tartják, Zakhár egyébként, aki megemlékezik az ő parancsolatairól, hogy azt megcselekedje. A parancsolat egyébként pikud, úgy mint szabály, elv, hivatali utasítás, vagy pedig tan, minden esetben Elohimtől származik. Azok kapnak kegyelmet, akik félik őt, és akik megtartják az ő szövetségét, melyiket, azt, amit az emberiséggel kötött, az nem más, mint a Tora. Ezért mondja azt, hogy akik megemlékeznek az ő parancsolatairól, azok, akik cselekszik azt, fognak kegyelmet kapni. Láthatjuk tehát, hogy ez nem az én filozófiám, ez nem az, amit én gondolok, vagy vélek, vagy amit a haverjaimmal egy mikrofon körül én kitalálok. Ez az, ami le van írva ide Zsoltárokba, ami állítólag mindannyiunk szívében kellene, hogy legyen már. De ha már a 103-as Zsoltárnál járunk, hagyd mutassa meg, hogy mi az az út, amit nekünk járnunk kellene. És ez így szól a 6-os versben. Igazságot cselekszik, Cedikha, Jahua, ítéletet minden elnyomottal, ez mispát, úgy, mint ítélethozata, a döntéshozás, mint egy bíró, megismertette az ő utait, Derek, Móséval, Jiszrael fiaival az ő cselekedetei. Hát mi az, amit ő megismertetett Móséval? Nem a Tora az, amit odaadott neki?
ez az ő útja. Döntse el mindenki magának, hogy melyik úton jár. Én ahhoz ragaszkodom, ami ide le van írva. Aztán majd meglátjuk a végén, hogy ki mire jut azzal, amit csinál. Meg amire tanítgatja a többi ember. Akik majd a fehér trón ítéletnél ott fognak sorakozni mellette szorosan, és azt fogják mondani, hogy ez volt az, aki azt mondta, hogy ezt csináljuk, Jahua, meg azt fogja mondani, hogy mindenki a saját maga életéért felelős, de aki tanítja az embereket, az felelős azokért is, akiket tanított. Úgyhogy én azt javaslom, hogy senki ne higgyen senkinek. Nézze meg, hogy mi az, ami le van írva, vigye Jahua elé, és majd ő meg fogja mutatni, hogy mi az igazság. Én csak azt mutatom meg, ami le van írva. Úgyhogy mindvégig, amíg ez így van, én ott fogok állni a végén, és azt fogom mondani, hogy ez az, ami le volt írva, és én teljes erőmmel, teljes szívemmel, teljes elmémmel arra törekedtem, hogy ezt az én életemben megvalósítsam, mert ki akartam mutatni, hogy én szeretem Jahuát mindazért, amit értem tett az életemben. Én nem csak ültem egy mikrofon körül, filozofáltam és mondogattam, hogy én szeretem őt, meg nekem az Úr a mindenem, meg a Krisztusunk, meg mit tudom én kink. Én meg akartam mutatni, hogy ez így van, mert beszélni egyszerű. Az egész világ ezt csinálja. De ha már ennél a borzalomnál tartunk, akkor nézzünk meg néhány részletet ebből. Mellesleg ez az a pont, amikor azt mondja, hogy ugye én, mivel az oktatási rendszerben vagyok, ellopom azt a pénzt az államtól úgy, hogy nem is vagyok az oktatási rendszerben. Ez az egyik, és a legfontosabb dolog. A másik az, hogy azt mondja, hogy azt mondom az embereknek, hogy a Föld gömbölyű vagy ellipszis, amit ugye a földrajzi adatok alátámasztanak. Hát most akkor gömbölyű vagy ellipszis, mert a kettő az nem ugyanaz. Akkor mi az, amit alátámasztanak a földrajzi adatok? Az, hogy gömbölyű, vagy az, hogy ellipszis? Azután pedig, akkor milyen tanár vagyok végül is? Én mindent tanítok abban az iskolában? Úgy értem, hogy földrajzot, angolt, ezt, azt, amaszt, vagy hogy van ez az egész? Visszatérve arra, hogy a Föld milyen alakú, és hogy ezt nekünk nem kell tudni, vagy ez nem fontos. Nézzük meg, mi az, amit ír elő Zsoltárok 71-es fejezet 16-17-18. Jahua Elohimnek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem meg, ezt szedik há. Ó Elohim, gyermekségemtől tanítottál engem. Ez lamád, ez a tanítottál, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Ez nem más, ez a csoda dolog, mint palá, úgy, mint valaki képességein túl lenni, lehetetlennek lenni, nehéznek, rendkívülnek, különlegesnek, elképesztőnek, csodálatosnak lenni. Ez az ember feladata, hogy Jahua csodálatos dolgait és tetteit hirdesse a többi ember számára. Az, aki tud, annak kötelessége, hogy Jahua dicsőségét és nevét megismertesse a világban. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Elohim, azért, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hát akkor hogy hirdethetném azt, amit a világ hazudik, hogy a Föld egy gömb, és mi keringünk a semmiben, és ezek bolygók, és ott landolunk mindenféle kacatokkal, meg le fogunk szállni meteorokra? Mikor ide van írva, hogy minden következendőnek a te nagy tetteidet hirdeti, akkor csak nem mondhatok bármit, vagy fogadhatok el bármit, amit a tudomány állít, tudván azt, hogy az egész világ hazudik folyamatosan mindig, és az egész világ egy hazugság, ennek ellenére én azt beszéljem, amit ők állítanak. Ez Tehelim 118.17. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Jahuának cselekedeteit. Ez pedig szafár, számol, számlál, számba vesz, ír, lejegyez, megszámoltatik, vagy számon tart. Ez az ember számon tartja azt, amit Jahua cselekszik. Beszél, elsorol, elmesél. Mi más lenne az ember feladata, mint hogy hirdesse Jahuának a dicsőségét, vagy mondjam azt, amit tanítanak nekem az iskolában, amikor tudom, hogy a nagyja hazugság, harcoljak azért, hogy mi egy gömbön élünk, amihez hozzáragad a víz, meg beszélő majmok vagyunk. Mikor itt a Zsoltárok szerzője azt mondja, hogy ő hirdeti Jahuának cselekedeteit, nem azt, amit megtanult az iskolában, vagy amit a tudomány bizonyít. Azt mondja 2.12-nél, hogy ne lopjam el azt a pénzt, amit adnak az iskolában, hanem bízzam rá magam Istenre, és akkor próbáljak meg megélni úgy, hogy nem veszem el azt a pénzt, amit az állam ad. Egyébként fején találta a szöget, mert pontosan ezt csináltam. Ott hagytam Londont, hazajöttem, és úgy voltam vele, hogy ha járom az utat, Jahua majd eltart. És pontosan ez lett. Úgyhogy, ha valakinek bizonyíték kell, akkor itt van. Jahua gondoskodik azokról, akik járják az ő útját. Úgyhogy dicsőség neki, és hála azért, mert ő nem olyan, mint mi. Ő megtartja azt, amit mondott. Minden esetre Revealed Reality itt fején találta a szöget.
De ha már az önmérsékletnél tartunk, ő azt mondja, hogy innen is látszik, hogy az én istenhitem az egy hazugságon, lopáson, csaláson alapuló istenhit. Hát most mondtam el, hogy mi a valóság ahhoz képest, hogy ők mit hoztak össze ott együtt. Úgyhogy mindenki, aki őket hallgatja, óvatosan haladjon szépen előre velük, mert Ruach gyümölcsei, amiről szó volt Galata 5.22-ben, egyelőre nem nagyon világítanak át azon a sötétségen, amit a világ körénk van. Legalábbis felőlük semmiképpen. Aztán azt mondja 2.33-nál, hogy ezért, mint Isten alkotását tisztelem. Hát ha valakit tisztelek, akkor nem beszélek így róla a háta mögött hazugságot. A cselekedet az, barátom, ami elárulja, hogy az ember mit érez és mi az, ami a szívében van, nem pedig az, amit mond. Ha valakit tisztelek, akkor nem beszélek róla így, ezért nem beszélek róluk így, ezért mutatom meg, hogy mi az, amit az írás mond, hogy hát, ha megértik és tanulnak belőle majd. Persze, ez fájdalmas, de ahhoz, hogy az ember meggyógyuljon, be kell venni az orvosságot. Ó, de egyébként azért mond még igazságot, például 4.23-nál kezdve ez a gondolatmenet, hogyha valakiben egy hamis tanítás megragad, akkor ő azt mondja, hogy az Isten nem tudja kiverni az belőle. Ez így igaz rájuk? Az a 20 év kereszténység ezek szerint, amit ők eltöltöttek abban, azt nagyon nehéz onnan kiverni, ezért is mondják ugyanazt, amit ma a keresztények tanítanak. Nincsen Tora, gyakorlatilag mindenki mehet a saját feje után, és a végén majd üdvözül, aki megnyerte ezt az üdvösség lottót. Hiszen a Tora az egy átok, az rabság, és ezzel már nekünk nem kell foglalkoznunk, legalábbis ez az, amit ők tanítanak, meg hát ugye a kereszténység is. De nézzük meg, hogy Tehelim 94-es fejezetben mi az, amit olvasunk 12-13-as versben. És tudom, hogy ez az Ószövetség, és ezzel nekünk már nem kell foglalkoznunk, de hát, hogyha az ember belegondol még abba a Gedeon kis könyvbe, az Új Szövetségben is benne van példabeszédek és zsoltárok, szóval lehet, hogy még nekik is megvan ez. Ez így szó. Boldog ember az. Nézzük, hogy mi az a boldog. Boldog ember az. A sár. Áldott az az ember. Az az ember áldott, akit kicsoda, akit te megfeddesz, Jahua, és mit csinálsz? Megtanítasz, lamad, a te torádra. Ups. Akkor ezek szerint, amit zsoltárok ír, az az, hogy az az ember áldott, akit Jahua megfed, és akit megtanít az ő torájára. Ez a lamad egyébként tanul, gyakorol, gyakorlatozik, jártasságra tesz szert. Az az ember, aki jártas a Torában, ez a törvénye, de ez egy az egybe Tora, szóval ez az a rabság, az az átok, az, amit nekünk el kell hagyni, amit el kellett törölni. Annak ellenére, hogy itt úgy tűnik, hogy arról beszél, hogy az egy áldott, az egy boldog ember, akit Jahova megtanít, akit jártassá tesz az ő Torájában. Mi történik azzal az emberrel? Az az átkozottal, aki a rabságban él, a Torát követi, amit a zsidók. Hogy nyugalmat adj annak veszedelem napján, míg megásták a vermet, kinek? A hitetlennek. Egyébként ez nem úgy hitetlen, ahogy ők gondolják, hogy ő nem ül ott a mikrofon körül, azt filozofál, meg nem mondja elégszer, hogy ő hisz, meg hogy az Úr, meg a Szó, meg Krisztusunk. Ez a bűnös, a vétkes, aki büntetést érdemel, aki megáltalkodott ellenséges Elohim vagy népe irányában, az, aki nem a törvény szerint él. Köszönet Jahuának az ő szavájét, mert az ő szava az az egyetlen legnagyszerűbb dolog a világon. Nézzünk még egyet, ez Misli 19-16, és ez így szól. Aki megtartja a parancsolatot, ez micvá, megtartja ő magát, nefes, az ő saját lelkét, az, ami benne van az emberben, az ember belsejének élő része. Amikor azt mondja, hogy és az ember élő lélekké lőn, az nefes. Szóval, aki megtartja a parancsolatot, a micvá parancsolat, a Tora része, az megtartja a lelkét, aki pedig nem vigyáz az utaira, ez ugyanaz a derek út, amiről mindig is szó van, az pedig meghal. Én azt javaslom mindenkinek, aki azt az utat járja, amit Revel Hidden Reality hirdet, hogy nézze meg először is azt, hogy az a természet, a ruáknak azon gyümölcsei, amelyről ők olyan sokat beszélnek, bennük van-e egyáltalán. De mindenképpen gondolkozzon el azokon a verseken, amelyeket ebben a videóban hallott, és próbáljon meg találni nekem olyat, ami bizonyítja az ellenkezőjét. Mert ha talál ilyet, az azt jelenti, hogy ellentmondás van az írásokban. Egyelőre itt arról van szó, hogy aki megtartja a parancsolatot, az megtartja az ő nefesét, vagy az ő lelkét, aki pedig nem, az meg fog halni.
De mutatnék még valamit. Azt mondja Tehelim 94.12. Boldog ember az, akit te megtanítasz a Torádra. Jelenések könyve 22.14. Az utolsó fejezet azt mondja, boldog az, aki megtartja az ő parancsolatait, hogy joga legyen az élet fájához és bemehessen a kapukon a városba. Akkor megváltozott a helyzet? Akkor most már egy másik út van? Nézzük meg, hogy megváltozott-e. Nézzük meg, hogy Saul mit mond. Az, akitől ők tudják az egyetlen idézetet, amit tudna. Ez a rómaiakhoz írt levél második fejezet 13, ahol így ír Saul. Mert nem azok igazak, vagy cedik, dikaios ugye a görögben, Elohim előtt, akik a Torát hallgatják, a Bibliában különösen a mózesi törvény, írott formája, ez ugye a nomosz, hanem azok fognak megigazulni, kicsodák, akik betöltik a törvényt. Hát ez meg hogy lehet? Egyáltalán minek hallgatják ezek az emberek a Torát? Mikor eljött a mi Krisztusunk, Jézus, azt eltörölt mindent. Az, amiről eddig olvastunk, ami boldogság volt, ami egy áldott állapot, amire meg kellett, hogy tanítson Jahua, amiben mindenki járt, aki igaz volt, az egy átok lett attól a pillanattól, hogy Jézus Krisztus meghalt. Itt arról beszél, hogy aki olvassa azt, az nem igaz, hanem az, aki majd azt be fogja tölteni, az lesz az igaz. Hát akkor minek olvassam én az egészet? Mikor már amúgy is a szívemben van, meg már csak szeretni kell egymást, körbeülni egy mikrofon, pletykálni másokról, a hátuk mögött hazugságot beszélni róla, és mi jók vagyunk. Érdekes gondolkodásmód. Szóval láthatjuk, hogy valóban igaza van, körülbelül 15-20%, aki ki tudja magát verekedni majd ezekből, a tanításokból, amiket ő terjeszt tovább. Ő nem az a 15-20%, sőt, viszi magával a többieket, hiszen akik kiverekednék magukat abból, hogy már mindent lehet, meg már semmi, már csak Jézus vére a lényeg, azok rátalálnak őrá, a féligasságokra, és aztán mennek utána. Én nem azt mondom, hogy nem végeznek nagyszerű munkát bizonyos területeken, én csak azt mondom, hogy lehet, hogy ideje észbe kapni, és megérteni azt, hogy amiről ők beszélnek, az az írásokkal nem alátámasztható. Még Saul sem arról beszél, amiről ők. Ezután megszólal ismét a hölgy, és azt mondja, hogy el van rejtve az emberek elől az igazság, mert a bűnnek következménye van. Pontosan? Valaki közülünk nem igazat szól. A filozofálás helyett bemutathatták volna azokat a verseket az írásokból, amik bizonyítják azt, hogy ők helyesen cselekszenek most ebben a 12-13 percben, amit csinálnak. Ehelyett azonban körbeülnek egy mikrofont, és ott filozofálnak, elmondják, hogy mi az ő véleményük, meg még ráadásul egy rakás hazugságot is hozzátesznek. Plusz másokról beszélnek úgy, hogy azok nincsenek ott a hátuk mögött valótlanságot állítva. Kerüljenek elő a versek, nézzük meg, hogy mi az, ami alátámasztja azt, hogy már eltörölte a Torát, és hogy ez egy átok. És én majd mindegyik olyan versre, amire ők azt mondják, hogy ez eltörli, fogok 4-5-öt mutatni, amelyik az ellenkezőit állítja, és akkor ez megy így majd a végtelenségig. Közben, aki pedig nézi ezeket a videókat, meg fogja látni és érteni, hogy melyik a helyes út, és el tudja dönteni. Ez az értelme ennek és az ehhez hasonló videóknak. Nem az, hogy ellenségeskedés generáljon, de aki a hazugságban jár, soha nem lesz barátságban azzal, aki az igazságban próbál járni. Úgyhogy ne csodálkozzon senki azon, hogy ez úgy alakult, ahogy alakult. Aztán ugye ők, a kabbalának a nagy ellenségei arról beszélnek, hogy a 4 az mindig a szolgaságnak a száma, úgy mint a 4, a 44, meg ezeket. 44 nem is szerepel az írás. Nem tudom, hogy a 4 az hogy a szolgaság száma, de majd biztos kiderül. Azon kívül, hogy 400 évig voltak a fogságban, azon kívül nem tudom, hogy a szolgaság száma a 4, de ha belegondolunk abba, hogy Mashiach 40 napig böjtölt, hogy az miféle szolgaság, vagy most egy 40 napig volt fönn a hegy tetején, az miféle szolgaság, akkor milyen értelemben a 4 egyébként a szolgaságnak a száma? Ez az ő filozófiájuk. Valami eszébe jut, és azt elmondja, és azok, akik nézik ezt a videót, és tudatlanok, azoknak úgy tűnik, hogy mekkora nagy dolgokat mond ez az ember. Nem néznek utána, csak hallgatják a videót, és kész. Ezért mutatom meg, hogy mi az, ami le van írva. A 440, a 400 az mindig a szenvedésnek, a szolgaságnak a szimbóluma. Hát hogy lenne a szenvedésnek, meg a szolgaságnak a szimbóluma, amikor Mózes 40 napig volt a hegy tetején, hogy megszerezze a Torát? Abba hol van benne a szenvedés vagy a szolgaság?
Meg hogy a 4000-en voltak a pusztában megvendégelve. Hát a megvendégelés az hogy hozható összefüggésbe a szenvedéssel meg a szolgasággal? És ezek egy mondaton belül hangzanak el, ezek az abszurdumok. Ez az, amit én meg szeretnék mutatni. Én nem akarok harcolni velük, vagy az ő karakterükről beszélni. Az ő karakterük megnyilvánult ebben a videóban, és ezt mindenki le tudja szűrni magának. Amit én akarok, az az, hogy az őt követő emberek lássák, hogy az az út, amin járnak, amit ezek az emberek hirdetnek, az nem más, mint egy hazugság. Nem vagyok benne biztos, hogy szándékosan, vagy sem, fogalmam sincs, nem is érdekel. A lényeg az, hogy valótlanság. És utána, mondom, ugyanabban a mondatban azt mondja, hogy a másik brigád 5000-en voltak, akkor most a 4000 vagy az 5000 a szenvedés meg a szolgaság száma, és a megvendégelésből hogy jön a szenvedés meg a szolgaság? Az egyik brigádban 4000 volt, a másikban 5000, és akkor ő ezt így magyarázza tovább, mintha mi sem történt volna. Jaj, ez egy olyan borzasztó dolog hallgatni, de mégis 10 perc, 10 és félnél elkezdi az, hogy mit számít, hogy disznóhúst teszik az ember, mivel azok is meghalnak, akik marhát vagy csirkét esznek. Mindenki meghal egyszer. A disznóhús még azáltal a tudomány által bizonyítottan is az egyik legrosszabb minőségi hús, amit ők követnek a gömb vagy az ellipszis föld esetén. De én, aki a fitnessben élt el az egész életét, pontosan tudom, hogy a disznó az egy dög tulajdonképpen. Aki magának jót akar, az nem eszik olyan szemetet, ami megeszik minden szemetet. Minek enném meg? Minek enném ki a tenger aljáról azokat az állatokat, mint a garnéla, meg ezek a rákok, amik föleszik a szemetet? Azok reprezentálják a tanításokat, amelyeket ők hirdetnek meg, amit ők befogadnak. Ahogyan él valaki, fizikálisan, olyan lesz, spirituálisan. Természetes, hogy az atya tudja ezt ellensúlyozni ideig, óráig, de amikor valaki számára kiderül az igazság, akkor egy tudatos döntést kell meghoznia, hogy elindul-e azon az úton, felvállalja azt a kellemetlenséget, ami azzal jár, vagy pedig nem. Sajnos az a helyzet, hogy ők ellenállnak ennek az igazságnak, és továbbra is a hazugságot terjesztik. Fizikálisan azt az életformát folytatják, amit a pogányok, ezért nem tudnak megtisztulni, ezért spirituálisan is a gondolkodásuk olyan lesz. Nézzük, hogy mi az, amit egyébként Yahuwah mond erről az evésről. Ez nem pusztán arról szól, hogy az ember egészséges lesz vagy nem. Arról is szól fizikális szinten, de nézzük, hogy mi az, amiről ő beszél. Tegyetek különbséget azért a tiszta és a tisztátalan barmok vagy állatok közt. Tahor úgy, mint tiszta, a tisztátalan pedig tamé. A tiszta és a tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat barommal vagy szárnyas állattal, se semmiféle földön csúszó mászó állattal, amelyeket én, Yahuwah, megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanok. Ez a badá egyébként elkülönít, elválaszt, vagy pedig megkülönböztet. Hogyan mondhatom én azt, hogy ez elmúlt már, mikor azt mondja, hogy ő megkülönböztette ezeket az állatokat? De nézzük meg, hogy miről beszél. Azt mondja, hogy ne fertőztessétek meg. Ez a szó egyébként shachatz. Utál. Utálkozik, undorodik, megvet, utálatossá, undorítóvá, visszataszítóvá, elfogadhatatlanná tesz valami. Azt mondja, hogy ne tedd magad undorítóvá, visszataszítóvá, vagy elfogadhatatlanná. De nem magadat, hanem mit mond? Hogy a te nefesedet, azt a lelket, ami benned van, a lélegzetet, a leheletet, a belső részedet, nem a testről beszél. Arról beszél, hogy az ember nefese, amiben ő bele lehet a ruáhot, ami aztán egy élő nefes lett, azaz, amit az ember undorítóvá meg elfogadhatatlanná tesz. Persze vannak fizikális következményei, de amiről ő elsősorban beszél az, hogy a nefes undorító lesz. Azt mondja, hogy ne legyél olyan, mint ezek a mismás emberek, akik megesznek mindent, ami mozog, hanem legyél nekem kodes. Elválasztott, legyél más, mint a világ, aki tudja, hogy mi a különbség a tiszta meg a tisztátalan közt, aki nem eszik össze-vissza minden dögöt, csak azért, mert az kényelmes neki. Mert én, Yahuwah, Hodes vagyok. Olyan legyél, mint én. Azt képzeli valaki, hogy ő el fog fogadni egy disznó áldozatot? Vagy ő enne disznót, ha itt lenne? Aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy az enyém legyetek. Badál, ő ugyanúgy azt mondja, hogy ő különbséget tesz, mint ahogy nekünk különbséget kell tennünk a tiszta és a tisztátalan közt. Ezért használja ugyanazt a szót itt, hogy badál, meg itt, hogy badál. Mert aki úgy eszik, az tiszta lesz úgy, mint a kodes. Aki nem úgy eszik, az tisztátalan lesz úgy, mint a népek. És az a nefes nem lesz undorító, vagy pedig elfogadhatatlan Yahuwah előtt. Úgyhogy ezt jelenti az, hogy mit eszik az ember. Persze egészségtelen, nyilvánvaló, de ő nem erről beszél elsősorban. Amit ő meg akar mutatni az, hogy vagy olyan vagy, mint ő, vagy olyan vagy, mint Satán. Vagy olyan vagy, mint a hodes nép, vagy olyan vagy, mint a pogányok.
És ezt ki tudod fejezni azzal, ahogyan eszel, meg azzal, ahogyan különbséget teszel a tiszta és a tisztátalan között. De nézzük, hogy mit ír Saul a korintusiaknak a második levélben. Mi közülük miről beszél, hogy van egy ilyen nép, meg van egy olyan nép. Vagy Hodes vagy Goyim. És szakadjatok el, azt mondja Jahua. Ez Jahua szava. És a tisztátalant ne illessétek. Mit mondott az előbb? Hogy a tisztátalant ne tegyél különbséget a tisztátalan és a tiszta között. És én magamhoz fogadlak titeket. Tisztátalant ne illessetek, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt mondja a mindenható Jahua. Nem Saul, nem én, meg nem a zsidó, meg mit tudom én ki. Jahua azt mondja, még itt is, korintusi levélben, Mashiach halála után, hogy a tisztátalant ne illess, és majd akkor fogadlak titeket magamhoz. Nincs gond, kigurulhatsz a piacra, megeheted a sült kolbászt, amit akarsz, azt zabálsz. Csak ne várd azt, hogy majd ő el fog fogadni. 10.31-nél ugye azt mondja, amit már említettem korábban, hogy bármit teszik az ember, meghalhat, ugye 30 vagy 3 millió ember meghal azok közül is, akik marhahús, csirkehús tesznek, nem pedig disznóhús. Ilyesmi hallottam én tudomásom szerint, hogy 30, hogy az oxigén ezt, amikor a 30 ezer literes visszatart az objektum részéről, hogy azt fel fogja használni, amikor hidraulikat itt tudom én. Még annyi gyorsan, hogy utána itt összekever két dolgot, hogy a mérges kígyó megharapja az embert, az szerinte az, hogy az embernek a kívánsága nem jön be. Ennek a kettőnek nincs is semmi köze egyébként egymáshoz. A mérges kígyó hamis tanítást jelenti, és az az, ami megmarja az embert, és mint a méreg szét árad a testében ez a tanítás. Többek közt az, amit ők hirdetnek egyébként, vagy bármiféle teológia, ami a Tora követése ellen szól. Hiszen akkor is föl kellett nézni arra a botra, amire fel volt téve az a rézkígyó, ami Jahusá Hamásiák, ami az atya szava, és aki abban hitt, az volt az, aki meggyógyult. Ugyanúgy, ahogy most van. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember valamit akart, nem jött be, aztán az fájdalmas volt számára. Ez arról szól, hogy mindannyiunkat megharaptak a kígyók életünk során, fel kell néznünk az áldozatra, el kell fogadnunk, el kell hinnünk, és az az a Tora tulajdonképpen, ami minket képes meggyógyítani majd, és az életre átvinni. De most ezen a ponton be is fejezném ezt a videót, és mint annyiszor én elmondom még egyszer, én nem haragszom rájuk, sőt engem nem is érdekel igazából, amit mondanak rólam. Az én fókuszom az, hogy Jahuának az útját járjam. Ezt ő kijelölte az ő Torája segítségével, elküldte aztán ezt a Torát, mint egy embert, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kell ezt az utat tökéletesen járni. Ez az elsődleges dolog az életemben, hogy ezt az utat járjam, aztán, hogy ezt megmutassam másoknak is, akiket Jahua majd magához hív. Úgy gondolom, hogy az ő videóik nagyszerű apropó arra, egy általános tévhitet kielemezzünk, és megtaláljuk arra a gyógyírt, ami természetesen a Tanákban található. A gyógyír mindenre a Tanákban található. De hogy ne az én filozofálásomat kelljen hallgatni, búcsúzóul felolvasnám Saul Efézusiakhoz írt levelének 5-ös fejezetéből a 11-es verstől a 13-asig terjedő szakasz. Ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezeket pedig megfedvén, a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Köszönet és dicsőség Jahuának. Jahusá Hamásiák nevében. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.